újra felajánljuk a tévéseknek, rádiósoknak, hogy kipróbálhatnak egy nagyszerű elektromos rásegítési biciklit. Valakinek van kedve? Illetve többet is. Az első bátor embert szeretnék. Kiküldnek kipróbálni? Nem volt nehéz befogadni. Tessék? Mennyi az idő? Óra 5-kor kezdünk. 180 lett a... Hát végül is az volt a miniszteri döntés, hogy 150. Meg a múltkor is ugye az volt az autóknál is az volt. Thank you.
900 ezer forint közötti. Hát nem, hogy 300 ezer forint az adagja, és támogatásnak volt egy ilyen 30 ezer. Üdvözöllek! Szia! Én most érőzök, pedig teheskünk. Honlapotokon fent van? Nagy honlapotokon ez ilyen élőnk? Ez egy fontosan bolgára megy. Mit szólsz, Kükű? Hát öröm, boldogság. Élőben vagy. Tényleg? Mhm. Kedves kollégák, köszönjük, hogy eljöttetek a mai sajtótájékoztatónkra, amelyik témája a kormány elektromobilitást és közlekedés zöldítés ösztönző legújabb intézkedése. A sajtótájékoztató résztvevői Szentkirály Alexander kormányszóvivő, Kadályán Péter energia és klímapolitikai államtitkár, Révész Máriusz aktív Magyarországon felett kormánybiztos, Kürti Gábor a Magyar Kerékpárosok elnöke és Sipicki Robert a Magyar Kerékpárosok és Kereskedelmi Szövetség. Először kormányszóvivő. Ez nem jelent
óriási probléma és egy jó példája annak, hogy klímavédelemben a cselekvésé a főszerep. A klímapolitika és az, hogy közben a gazdaság is minél jobban erőre kapjon, és beindítsuk a gazdaság motorját, ez a két szempont, ezek egymást erősítő szempontok tudnak lenni, ha jól sárvárkodunk a lehetőségeinkkel. Az idén februárban bejelentett klíma és természetvédelmi akciók keretében pedig az elektromobilitás ösztönzése egy kiemelt kormányzati feladatnak számít, hiszen ezeknek az elektromos járműveknek a károsanyag és zaj kibocsátási terhelése képessége az sokkal alacsonyabb, vagy akár nulla a nem elektromos társaikhoz képest. A közlekedésből származó környezetszennyezés visszaszorítása érdekében pedig a kormány igyekszik minél nagyobb mértékben elterjeszteni az elektromobilitást. Ez azt jelenti, hogy mostanáig csak nem 2500 elektromos jármű megvásárlását segítette állami támogatás, és a töltőállomásoknak a hálózata is folyamatosan bővül. A állami támogatások igénybe vételével közel 600 ilyen töltőállomás létesül majd az idei év végéig. Miért is fontosak ezek az elektromos járművek, beszéljünk akár autóról, vagy éppen a mai napról főszereplőről. Egyrészt fontos az, hogy meg tudjon tisztulni a városi levegő, ezáltal azoknak az embereknek az életminősége is javuljon, akik ezekben a városokban, ezeken a településeken élnek. Aztán azért is fontos, mert ki tudjuk váltani azokat a még mindig gyakran nagyon szennyező anyagot kibocsátó autókat, amelyek szintén a környezetterhelését nagyon nagy mértékben hozzá tudnak járulni. És azért is fontos ebbe az irányba segíteni a gazdaság működését, mert ez a jövő technológiája, és hogyha ütőképes magyar gazdaságot, versenyképes magyar gazdaságot szeretnénk, akkor fontos az, hogy a mi cégeink, a mi gyártó kapacitásaink is ebbe az irányba tudjanak majd nézelődni. Érdemes megemlítenünk, hogy a kormány klíma és természetvédelmi akcióterv részeként idén meghirdetett egy 5 milliárd forintos keretösszegű elektromos jármű vásárlást támogató pályázatot, ami nagy sikerrel zárul, annyira nagy sikerrel, hogy aztán az IPM a támogatás mértékét közel 882 millió forinttal megemelte, és ez azt jelentette, hogy az összes benyújtott pályázathoz támogatásban tudott részesülni. Az is fontos, hogy más intézkedéseink vannak az elektromos mobilitás ösztönzésére, amelynek eredményeként minden közúti személyszállítási eszköz elektromos változata is meg fog jelenni a közeljövőben az országban. Ez elektromos buszokat jelent, elektromos autókat, robogókat, illetve kerékpárokat is. Fontos ezek közül kiemelni a zöld busz programunkat, amelynek az a célja, hogy 10 éven belül már minden második busz környezetbarát legyen a nagyvárosok helyi közlekedésében. Ezért a kormány 10 éves időtartamban, időintervallumban 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos buszok beszerzését, amiről talán önök is hallottak, Debrecenben volt ennek egy pilot projektje, egy demonstrációs projektje, és ebbe a sorba illeszkedik a mai sajtótájékoztató is, hiszen egy újabb, nagyon előremutató, nem csak a városi közlekedést megkönnyítem, hanem a mi életminőségünket is nagyban javító eszköz beszerzésére nyílik majd pályázati útja lehetőség. Úgyhogy kérem, hogy jég ennek a helyet az összetek. Kormány szóval köszönjük, és most már a köszönöm szépen. Köszönöm önöket, tisztelt hölgyeim és uraim, és köszönöm, hogy megtisztelik a mai sajtótájékoztatónkat a figyelmükkel, és ugye egy ilyen szép napos reggelen kerülhet erre sor, amikor át kerékpározni a Duna felett a csúcsforgalomban, ez egy, az egy egészen különleges és pozitív élmény. Csatlakozva a kormány szóvivő asszony bevezetőjéhez, én is megerősítem, hogy a kormány által meghirdetett klíma és természetvédelmi akciótervnek kiemelt feladata Magyarországon a közlekedés zöldítése, hiszen közlekedés zöldítése a éghajlatvédelmi problémáink kezeléséhez is hozzájárul, és természetesen a városi levegő minőség javításához is egy kiemelt lehetőség. A kerékpározás, a bringázás az hagyományosan úgy tetszik a leginkább környezetkímélő közlekedési mód, úgyhogy külön örömömre szolgál, hogy a korábbi pályázatok után, amelyre már utalt kormányzó bizonyos asszony, a
elektromos gépjármű vásárlási pályázat és az elektromos zöldbusz programunk meghirdetése után a mai nappal bejelenthetjük, hogy egy új programot indítunk útjára az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. Ennek a 1 milliárd forintos keretösszegű pályázati támogatási rendszernek a középpontjában az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásának a támogatása áll, hiszen az elektromos rásegítésű kerékpárok használata segíthet abban, hogy sokak ezt a közlekedési módot válasszák akár a hagyományos gépjármű helyett a közlekedéshez és a munkába járáshoz elsősorban, amellyel szennyezőanyag kibocsátást váltanak ki, és egyébként maguknak is feltehetően örömet szereznek. Engedjék meg, hogy néhány részletet ismertessek a most meghirdetett pályázatról. Tehát ahogy említettem, 1 milliárd forint keretösszeggel indulunk, amelyet az úgynevezett zöld gazdaság finanszírozási rendszer biztosít, melynek bevételei Magyarország kvóta értékesítéséből származnak. A pályázati kiírást legkésőbb október végéig jelentetjük meg, a pályázati rendszer pedig úgy alakítjuk ki, hogy a karácsonyfa alá már lehessen a támogatás segítségével vásárolt kerékpárokat tenni, tehát a magának az egész pályázati folyamatnak a legbonyolítását úgy alakítjuk ki, hogy az erre az időpontra már eredményt tudjon azoknak hozni, akik ezzel a támogatással elektromos rásegítésű kerékpárt szeretnének vásárolni. A pályázat során magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményes elektromos rásegítésű kerékpárokhoz. Elsősorban a munkába járást szeretnénk megkönnyíteni, ezért a pályázat benyújtásához munkaviszonyigazoló dokumentum csatolása is szükséges lesz. A támogatás a jármű értékének a legfeljebb felére biztosítható, pedálszenzoros kerékpárok esetében 90 ezer, úgynevezett nyomatékszenzoros kerékpároknál pedig 150 ezer forint összegű. A járművek drága eszközök, ezért ebben az esetben is azt szeretnénk ösztönözni, hogy a leginkább elérhető, a fogyasztók, a polgárok számára leginkább elérhető márkák felé tereljük a pályázattal a keresletet, ezért a járművek, a pályázat által támogatott járművek árkorlátját 900 ezer forintban állapítottuk meg, és a járműveknek egyébként további műszaki környezetvédelmi követelményeknek is meg kell majd felelniük. A pályázat lebonyolítását hasonlóan az elektromos gépjárművekre vonatkozó pályázatnál az IFKA közhasznú non-profit Kft. Végzi majd. A beadás egyszerűsítése és gyorsítása céljából a korábbi pályázattal azonos módon a dokumentumokat kizárólag elektronikus úton lehet majd benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel a pályázatok feldolgozási időszaka csökken, gyorsabb elbírálás és kifizetés várható ennek eredményeképpen. Úgyhogy még egyszer nagy örömömre szolgál, hogy útjára indíthatjuk ezt a programot. Szeretnék hivatkozni arra, hogy a korábbi támogatási megoldásainknak is érzékeljük a hatását, és utalnék arra, hogy tavaly év elejétől Magyarországon megduplázódott, 10 000-ről 20 000-re nőtt azon gépjárművek száma, amelyek ma már zöld rendszámot tudnak viselni, tehát egy nagyon dinamikus, egy nagyon gyors fejlődést látunk itt, és abban bízunk, hogy minél szélesebb fogyasztói kör számára válnak elérhetővé ezek a korszerű és kiemelten hangsúlyozva egyben környezetkímélő közlekedési eszközök is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Egy technikai kérdés, gondoljuk egy picit arrébb, vagy már mindegy, mert az lassan ide. Feljebb állítsam egy kicsit.
nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nem véletlen, hogy a mai napon vagyunk itt. Ma van ugyanis az autómentes nap. És azt hiszem, hogy az autómentes naphoz egy méltó bejelentést teszünk. 1 milliárd forintot szán a kormány arra a célra, uniós forrásból, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását támogassa. És igazából ez a elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásának támogatása, ez legalább 4 fontos stratégiai célkitűzéssel a kormánynak beleilleszkedik. Az egyikről már beszéltünk, környezetvédelmi szempontból a kormány harcot hirdetett az elharapózó szemét ellen, és tulajdonképpen ez a légszennyezettség is beleértendő, úgyhogy abszolút beleillik a mai döntés, illetve a mai bejelentés a kormány stratégiájába. A kormány stratégiának másik fontos része, hogy az egészségügy területén is lépjünk előre, próbáljuk növelni az egészségben eltöltött várható életének számát, és ha megnézzük a statisztikákat, hogy akik kerékpárra járnak munkába, azoknak az egészségi állapota hogyan viszonyul azokhoz képest, akik az autóval teszik, akkor azt látjuk nemzetközi felmérések alapján, hogy kevesebbet vannak betegállományban, és egyébként az egészségben eltöltött életéveik száma is magasabbra várható. A harmadik nagyon fontos célkitűzésünk, és tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy politika felett álló célkitűzés, hogy a kerékpáros közlekedés részarányát azt próbáljuk növelni a városokban. Ennek nagyon-nagyon sok feltétele van, de ebbe a stratégiába is beleilleszkedik ez a mai döntés, és hadd emeljem ki, hogy a fővárosi önkormányzat Tarlós István főpolgármesterségének idején 2013-ban a Balázs Mór tervben megfogalmazta, hogy 2030-ra szeretnék elérni, hogy a 2013-as 2%-tól a kerékpáros közlekedés részaránya az 10%-ra, tehát mintegy 5-szörösére növekedjen. Ezt a célkitűzést azóta is próbálja mindenki támogatni, és ezt a célkitűzést, ennek a fontosságát nem vitatta senki, és amikor a Balázs Mór tervet felülvizsgálták, és lett belőle Budapest mobilitási terv, akkor ez a célkitűzés ez érintetlenül bennmaradt. És nagyon-nagyon fontos az is, amit már kormányszóvivő asszony is említett, hogy fontos célkitűzésünk, hogy Magyarországon a legélhetőbb országok, Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon 2030-ra, és az élhetőségnek nagyon sok feltétele van, de azt látjuk, hogy azokat a városokat tartjuk élhetőbbnek, ahol a közösségi lét feltételei, a kerékpáros közlekedés, a gyalogos közlekedés feltételei azok adottak, és azt hiszem, hogy ez a mai döntés ez mindenképpen ebben az irányba mutat. 2017-ben a kormánybiztosság már készített egy előterjesztést, amely javasolta a kormánynak a kerékpáros munkába járás támogatását. Akkor ez némi akadályokba ütközött, de most az első lépést megtettük. Az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlása az kétség kívül egy nagyon komoly lépés, hogy az elektromos, illetve a kerékpáros munkába járást támogassuk. A nyugat-európai tapasztalatok azok, hogy az elektromos biciklik megjelenésével sokkal többen kezdtek gondolkodni ezen a közlekedési lehetőségen, és átlagosan 5 kilométerről 15 kilométerre növekedett az a távolság, amivel az emberek hajlandók gondolkodni azon, hogy kerékpárral járjanak munkába. Tehát, hogyha elektromos rásegítésű kerékpárt használnak az emberek, akkor akár 15 kilométerről is hajlandóak elmenni, és csak e fölött növekszik, vagy e fölött kezd csökkenni nagyon jelentősen azoknak a száma, akik bevállalják ezt a utazási módot. Különösen fontos az elektromos rásegítésű kerékpárok használata azoknál a városoknál, településeknél, ahol komolyabb domborzati kihívások vannak. Tehát ha Budapestre gondolunk, akkor az elektromos rásegítésű kerékpárok azok a budai oldalon lakóknak nagyon nagy segítséget jelentenek, hiszen felfelé is, mikor mennek majd haza a munka után, úgy érzik magukat, mint egy Tour de France versenyző, tehát nagyon könnyen fel tudnak jutni az otthonukba. El kell mondjam, hogy mi mindig a kormánybiztosságon igyekszünk úgy dolgozni, hogy
civil szervezeteket is bevonunk a munkába. És amikor megegyeztünk Palkovics miniszter úrral, hogy támogatni fogjuk az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását, és végigmondottuk, hogy milyen feltételeket kell majd teljesíteni, akkor bevontunk két kerékpáros civil szervezetet, a Magyar Kerékpáros Klubot, aki az egyik kezdeményezője volt ebben a pillanatban, vagy most ebben az időszakban az elektromos biciklik vásárlásának, és a Magyar Kerékpárgyártók Szövetségét. És azt gondoltuk, hogy leülünk, és egy alkalommal majd könnyedén megbeszéljük, hogy milyen típusú kerékpárokat kell támogatni. De hát nem könnyű két civil szervezettel együtt dolgozni, mert homlok egyenest eltérő véleményt fogalmaztak meg. A Magyar Kerékpárgyártók Szövetsége azt mondta, hogy csak a nyomatékszenzoros biciklik vásárlását támogassuk, hiszen a nyomatékszenzoros biciklik, majd mondok róla néhány szót, az a korszerűbb, biztonságosabb, és mindenképpen ebbe az irányba kell elmenni. A kerékpáros klub pedig teljesen jogosan azon a véleménye volt, hogy azokat a rétegeket sem szabad kizárni a kerékpáros, az elektromos kerékpárok támogatásából, akiknek kevesebb anyagi forrás áll rendelkezésre. Ezért ők nagyon küzdöttek a pedálszenzoros biciklik támogatása mellett, és ebből alakult ki az a kompromisszum, hogy kétféle támogatási összeg van. A pedálszenzoros biciklikre 90 ezer, a nyomatékszenzoros biciklikre 150 ezer forint támogatás jár. A kettő között az a különbség, hogy a pedál kis szögének elmozdulására a pedálszenzoros segít, és ugyanolyan erővel segít. Ez egy kevéssé korszerű technika. A nyomatékszenzoros az viszont érzékel, hogy milyen erővel nyomjuk a pedált, és annak arányában segít. Azt gondolom, hogy ez a támogatási forma, amiben meg tudtunk egyezni, ez a támogatási forma segít az edukációban. Szerintem mindenki meg fogja kérdezni, hogy mi a különbség, hogyan van, és szerintem Magyarországon kimondottan mindenki elektromos rásegítésű kerékpár szakértővé válik. Eddig egyébként kicsit pontatlanul használtuk, hogy elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlását támogattuk, mert ez nem teljesen igaz. Vannak a boltokban olyan elektromos rásegítésű biciklik, amik egy gázkarral vagy nyomógombbal működnek. Ezeket a kerékpárokat nem fogjuk támogatni, ezek a legolcsóbbak, de ezek sokkal inkább ilyen robogószerűek. Azokat a kerékpárokat támogatjuk, amelyek csak akkor segítenek, hogyha tekerjük a pedált. Ezeket Nyugat-Európában pedeleknek hívják. 25 km per órás sebességig segít a motor, a fölött kikapcsol, ez egy fontos szempont, és csak akkor segít, hogyha tekerjük a pedált. Tehát csak ilyen bicikliknek a megvásárlását fogjuk támogatni. Megnéztük a nyugat-európai mintákat is, és azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem lógunk ki. Olaszországban, Franciaországban 500 euró maximális támogatással lehet ilyen bicikliket kapni. Azt hiszem, ez a 150 ezer forint, ez náluk is megfelel ennek a kategóriának. De hogyha megnézzük, akkor kelet-európai régióban, vagy a volt szocialista országok között Magyarország az első, aki ilyenfajta támogatási rendszert bevezetett, és erre azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Még egyetlen adatot hadd mondjak el, tavaly évben 3500 pedeleket vásároltak nagyságrendileg Magyarországon. Ez a támogatás ez több mint 7000 biciklinek a megvásárlását teszi lehetővé, úgyhogy kettőszörösére is tudjuk növelni a tavalyi bicikliknek, az eladott bicikliknek a számát. De hogy milyen mértékű a növekedés Nyugat-Európában, hadd mondjam el, hogy Németországban 6 éve 4000 elektromos rásegítésű biciklit adtak el, a tavalyi évben pedig 1.400.000. Tehát hihetetlen ütemben terjed el ez a világon. Igazából most Nyugat-Európában egy kerékpáros forradalom zajlik, és erre a kerékpáros forradalomra szeretnénk benevezni a kelet-európai országok közül elsőként Magyarországot, és reménykedünk abban, hogy ennek a támogatásnak köszönhetően egy környezettudatosabb, egészségesebb és élhetőbb Magyarország fog kialakulni. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit, Gyurti Gábor vagyok, a Magyar Kerékpáros elnöke. Kormányzó úr asszony, nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, és nagyon örülünk annak, hogy eljött ez a nap, elég régóta készülünk rá,
és az egy szomorú dolog, hogy a koronavírus segített végül gólhelyzetbe és érlelni ezt a helyzetet, de most végre itt vagyunk, és az elektromos kerékpárok, elektromos másodikus kerékpároknak egy új korszakra indulhat el Magyarországon. Szeretném azt is elmondani, hogy mondjuk velünk szemben van a Budapest egyik kerékpáros számlálója, egy automata számláló, ami ezekben a napokban napi 6 és 2000 kerékpáros áthaladást mér hétköznaponként. Soha ennyi kerékpáros közlekedő nem volt ebben a városban, és ugyan az Alföldön nagyon nagy hagyományai vannak a kerékpározásnak, és Budapesten is régen, hát igazából több évtizeden nagyon sokan kerékpároztak, de most egy új forradalom zajlik, amit Május is említett, nem egyedüliként Európában, Budapesten. Ez azt jelenti, hogy napról napra többen kerékpároznak, hogyha a számokat kell összehasonlítani, akkor a tavalyihoz képest 40%-kal többet mérnek a számlálók szeptember első heteiben. Tehát ez egy nagyon kiemelkedő eredmény. Azt is szeretném megjegyezni, hogy a kerékpározás ez ugyan egy nagyon jó eszköz, és nagyon jól lehet kombinálni más eszközökkel is, de nyilvánvalóan vannak korlátai, és ez általában a nagyon nagy távolságok, a nagyon nagy magasságok, az életkor, és hát ugye ebben a parkban gyűlünk össze, ez egy ilyen talán véletlen, de igazából nagyon beszédes, ugye az olimpiai eszmének az a jelmondata, hogy Citius, Artius, Fortius, ez azt jelenti, hogy gyorsabban, magasabban, erősebben, és ez pont az elektromos kerékpározásról is szól. Gyakorlatilag az elektromos kerékpár, elektromos rásegítésű kerékpár kitolja a határokat mindenféle szempontból. Egészen új célcsoportokat tudunk megszólítani a kerékpározás üzenetével, a kerékpáros közlekedésre váltással. Idősebbeket, olyanokat, akik a hegyvidéken laknak, vagy akik távolabbi célokról jönnek be a belvárosba, vagy akár hétvégén kirándulni mennek, nekik egy nagyon nagy lehetőség az, hogy elektromos rásegítésű kerékpárok is léteznek már. És ráadásul 5-10 éve még elég rosszak voltak ezek, vagy gyengék, ugye említettük itt a különbségeket, hogy milyen típusok vannak. Hát valóban én is azt javaslom, hogy aki teheti, vagy megengedheti majd magának, az a nyomatékszenzorosokat válassza, de annak is természetesen örülünk, hogy a pedálszenzorosokat is támogatja az állam. Azt is szeretném elmondani, hogy az elektromobilitás az egész város közlekedésében nagyot fog segíteni. Ez egy olyan trend, ami látszik, hogy robbanásszerű. Tehát Hollandiában már lassan több elektromos kerékpárt adnak el, mint amennyi hagyományos kerékpárt, és nagyon nagy húzata van ennek a dolognak, és valóban az idős embereket is rá lehet beszélni arra, hogy kerékpározzanak, vagy újra kerékpározzanak. Az én első találkozásom is Svájcban egy civil szervezet által szervezett körúton volt, ahol Bernben találkoztunk először azzal, hogy egész Svájc területén a Bubihoz hasonló rendszerben kerékpáros ilyen kölcsönző rendszer működik, amiben gyakorlatilag vonattal elmennek egy bármelyik faluhoz, ott a vasútállomáson felveszik az elektromos kerékpárt, és Health Tour néven jellemzően idősek tesznek meg több nap alatt több száz kilométer Svájcban. Azért tudjuk, hogy Svájcban milyenek a domborzat a viszonyok, és még ott is ez elképesztően nagy sikernek örvendő. És ott győződtünk meg mi is arról a kerékpáros klubban, hogy ez a jövő. Tehát nagyon sok ember fogunk tudni meggyőzni a kerékpározásra, akik eddig különböző érveket mondtak ez ellen, azoknak egy részét is meggyőzhetjük. Szeretném, hogyha ugye nincsen benne a támogatási feltételekben, de mégis én egy ilyen, hát egy ilyen szóbeli feltételt így hozzáragasztani a támogatási feltételekhez. Igazából azt hiszem, hogy nem az a fő cél, hogy pár ezer ember kapjon jobb áron kerékpárt, hanem az, hogy minél több ember megmutassa ezt a kerékpárját. Tehát igazából a pályázók nagy követek lesznek, az elektromos rásegítésű kerékpározással közlekedés nagy követei, ezért
Én nagyon bízom benne, hogy akik meg fogják szerezni ezeket a kerékpárokat, minél több embernek fogják odaadni. Ez az én tapasztalatom is, hogy aki megjelenik bárhol egy elektromos vásárlási kerékpárra, ott aki ott van, az mindenki kipróbálja. Tehát ez mindenkit érdekel, és valóban mindenkit meg is győz utána, hogy ez egy nagyon jó és hasznos eszköz. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki erre használná ezt a kerékpárt, hogy mutassa és másnak is példát mutasson azzal, hogy akár egy ennél sokszoros anyagi befektetést igénylő gépjárművet is tudjuk váltani bizonyos távolságokon és helyzetekben a városban. Ezt javasoljuk. Szeretném még megköszönni azt is, hogy a kormánybiztos úr nagyon rugalmas volt ezekben az időkben. Két nagy kérésünk fogalmazódott meg a koronavírus járványa kapcsolatban. Az első az a kerékpárszervizeknek a nyitvatartása a karantén idején. Hát ezt igazából 3 nap alatt fogadta be a kormány, és talán egy héten belül ki is hirdette tavasszal. Egy kicsit ennek is köszönhető a kerékpáros boom, ugyanis mindenki tudja, hogy aki ebben a szakmában vagy területen dolgozik, hogy hát rengetegen szedték elő a bicikliüket a padlásról, a pincéből, nagyon régi bicikliket kellett felújítani a szervizekben, egészen 10-20 éves kempingbicikliket is találtak az emberek, és azokra is ráültek és elkezdtek biciklizni. Ez látszik is ugye a kerékpáros forgalmon Budapesten is, de más nagyvárosokban is. A másik kezdeményezésük az elektromos vásárlási kerékpároknak a támogatása volt. Bevallom őszintén, hogy az ösztönzött bennünket, hogy megláttuk, hogy az elektromobilitási pályázatot kiírták a gépjárművekre, és nagyon jó alkalommal találtuk ezt arra, hogy az elektromobilitás kerékpáros vetületeit is fókuszba állítsuk. Ezért megkerestük a kormánybiztost ezzel a kérésünkkel, gyakorlatilag 3 hét múlva bejelentésre, vagy hát elfogadásra került, és gyakorlatilag 3 hónap múlva pedig most bejelentjük, és talán 1-2 hónapon belül pedig az első pályázatok is gyújulhatnak a bingákkal. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó együttműködés, és Máriusszal évek óta ez a jellemző, hogy a bringázna munkába kampányban és egyéb infrastruktúra fejlesztésekben is nagyon jó az együttműködés a kormányzattal és az ő irodájával. Úgyhogy azt szeretném kérni mindenkitől, hogy terjessze a hírét ennek a programnak. Nagyon köszönjük ezt a nagy érdeklődést, ez nagyon biztató, és remélem, hogy a kerékpározás a koronavírus mellett és után is egyre nagyobb népszerűségnek fog örvendeni. Én azt tudom, hogy több krízishelyzetet használt ki a kerékpáros közlekedés, több városban ezelőtt is, évtizedekkel ezelőtt is Londonban is volt egy ilyen vészhelyzet, amiben elkezdtek kerékpározni az emberek, és gyakorlatilag rajta maradtak a biciklizni. Azt hiszem, hogy aki kipróbálja a kerékpáros közlekedést, az nem nagyon fogja abba hagyni, mert elképesztően jó kémiával közlekedni a városban. Köszönöm. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség nevében. Rövidebb nevén a Magyar Kerékpáros Szakma nevében. A szakma örömmel és elégedettséggel fogadja, hogy pedelekekre is lehet a jövőben pályázni és támogatást kapni. Jó irányba tett, jó lépésnek értékeljük. Azt reméljük, hogy ennek fényében az elektromos kerékpározás, a pedelekek használata fókuszba kerül, és túl az eladott és támogatott kerékpárokon ez egy igazi alternatívaként meg tud jelenni a városi és egyéb közlekedésben is. Magyarország és a keleti blokk több millió kerékpárt gyárt és szerel össze. Magyarország ezen belül már jelen pillanatban is pedelek kerékpárok vonatkozásában több százezer darabos összeszerelést vagy gyártást, mondjuk inkább összeszerelést végez, és ez az új szereplők megjelenésével közel 1 millióhoz közelít, természetesen nem a magyar piacot célozza elsősorban az összeszerelés, hanem a nyugat-európai és távolabbi piacokat is. A világon végigsöprő járvány az ellátási láncokat, akár gyártókról beszélünk, akár távol-keletről érkező komplett kerékpárokról beszélünk, súlyos hatással érte. Csúszások, elmaradt szállítások és fennakadások történtek,
ennek megfelelően, vagy hát ebből következően már idén is meglehetősen a megnövekedett igényekhez képest meglehetősen nehéz volt az ellátás. Ez így van Ausztráliától Észak-Amerikáig, semmilyen röstelnivaló nincs ebben. Olyan szinten nőtt meg az igény, amire senki egy évvel korábban nem számíthatott, ugyanis a kerékpáriparban körülbelül egy évesek az átfutási idők, mire egy tervezésből kerékpár megvalósul. A szakma óvó aggodalommal tekint a jövő év ellátási helyzetére. Picit kevésbé vagyunk optimisták, mint államtitkár úr, hogy már karácsonykor minden harmadik gyermek pedelekkel fog a karácsonyfa körül szaladgálni. Lesz valamennyi, természetesen van is a raktárakban, de mindenkit óvnék attól, hogy túlzott elvárásokkal induljon neki már idén ennek. A jövő tavaszra természetesen a szakma mindent elkövet annak érdekében, hogy a támogatás elérje célját, és minél több pedelek kerüljön a lakossághoz. Köszönjük szépen az államtitkárságnak, a kormánybiztosságnak, kerékpáros klubnak, méltó civil ellenfelünknek, együtt harcos társunknak, hogy együttműködésünk gyümölcseként a járvány idején is a kerékpárüzletek nyitva lehettek, a szervizek azokon belül továbbá, hogy ez a támogatás megvalósul. Azt gondoljuk, hogy az önkormányzatok nyitottsága, a kormány támogató magatartása, infrastruktúrálisan és ilyen jellegű eszközök biztosításával hiszük, hogy Magyarországon a kerékpározás aranykorát hozhatja el, és ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van-e kérdésünk? Igen? Kemlende, jó reggelt! Kapuk András vagyok, mozgásvilágtól. Magáról a folyamatról lehetne egy kicsit több részletet, hogy először kell pályázni, vagy először kell kerékpárt választani, hogy ez hogy folyik, és illetve maga a pályázat az addig tart, amíg a keret el nem fogy, vagy van esetleg egy dátum, amit lesz. Akkor egy pár gondolatot arról, hogy a folyamat hogyan néz ki. Először is a pályázat meghirdetése kerül majd sorra. Ezt, ahogy említettem, a ITM háttérintézményeként működő IFA fogja elvégezni. És a pályázat megjelentetése tartalmazza azokat a részletfeltételeket majd, amely lehetővé teszi, hogy részben a kereskedők regisztráljanak erre a pályázatra, tehát akiken keresztül a vásárlások zajlanak, illetve ott lesznek majd a fontos részletek arra vonatkozva, hogy meg a pályázás, tehát a támogatás igénylés az milyen elektronikus felületen és mikortól nyílik meg. Ez még időt vesz igénybe, ugye most még a gépkocsi pályázatunknak a lezárásán dolgozunk, és ezért is említettem, hogy ugye még a legkésőbb október végéig maga a pályázat az meg fog jelenni, és onnan indul az a további folyamat, ami a kereskedő regisztrációt, illetve a konkrét támogatási igénylést jelenti. Erre a fél évre tervezzük ennek a programnak a kifutását, mindaz figyelembe véve, amit itt az elnökünkre is hallottunk azért. És nem tudom, hogy ez elégséges-e, vagy pedig... Jöjjtem, hogy fél éve? Hát gyakorlatilag, ahogy említettem, szépen arra számítunk, hogy már évőjére valószínűleg oda jutunk, hogy ezzel a támogatással kerékpárt lehet vásárolni. Nyilván a kerékpározásnak nem a tületelés között a külszezonnál, tehát fontos az, hogy a következő tavaszra ezek már elérhetőek legyenek ezek a járművek. És ahogy a többi pályázat esetében is, egyébként egy időszakosan ismétlődő pályázati kihívásban gondolkozunk, tehát a elektromos gépjárműveknél is általában évelején, évközepén a fedeletet és a robogók vonatkozó pályázat kihívásában, és év vége felé pedig a taxisok elszállított elektrifikációját, korszerűsítését segítő pályázati ciklusokban gondolkodunk, de nem egy egyszerű alkalomból van szó, úgyhogy nyugodtan gondolkodhat, kérdezhet mindenki, nem kell kapcsolni. További kérdés?
Árva János Flow Cycle magazin. Lesz-e lista az elérhető kerékpárokról, meg van-e szabva, hogy milyen típusok közül választhatnak, illetve a kereskedők vagy rendelhetnek akár külföldön is? Én úgy tudom, milyen listában a szakterületünk nem gondolkozik, tehát egy szabad piaci szegmensről van szó. Ami korlátozás lényeges, azt kormánybiztos úr már említette, tehát nem robogókat szeretnénk támogatni, hanem elektromos rásegítésű kerékpárokat részben pedál szenzoros, tehát egyszerű megoldásokat, illetve nyomaték szenzoros megoldásokat is, de olyanokat, amelyek bizonyos sebességkorlát fölött már nem segítenek a kerékpár használójának, tehát ilyen értelemben valóban egy rásegítés is, nem pedig egy alternatív jármű az, amiről gondolkozunk, de egyéb iránt más megkötésben nem gondolkozunk, kivéve a fogyasztói árat. Itt is nagyon fontos az, hogy ahogy említettem, ezek drága járművek, hiszen furcsa lehet valakinek abban gondolkozni, hogy egy kerékpár akár 900.000 forint is lehet. Ezek drága, értékes eszközök, de itt is a 900.000 forintos fogyasztói árkorlátot azért határoztuk meg, hogy ne az történjen, hogy amikor a támogatást nyújtjuk, akkor ez a fogyasztói árba beépül és a kerékpárok válnak drágábbá, hanem hogy arra ösztönözzük a kereskedőket is, hogy az árakban is adott esetben versenyezzenek a fogyasztókért, tehát azt szeretnénk, ha minél több típusból tudnának választani a fogyasztók, és minél változatosabb kínálat. Másik kérdés? Egy kérdés? Persze. Hát, még egyszer egy kis kiegészítés, hogy pedelekeket támogatunk, az, hogy mi a pedelek, azt az Unióban van erre egy szabály. A pedelekekről azt kell tudni, hogy kerékpárnak számítanak. Tehát ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk a Trezben, mint a kerékpárokra. És a feltételek azok a következő: 25 km/h sebességig támogathat a motor, utána letilt. Tehát 25 felett már mindenki a saját zsírján megy. Lehet vele gyorsabban menni, de akkor a motor már nem segített. 250 wattos lehet a motornak az átlagos teljesítménye, amit segít, és csak akkor segíthet a motor, hogyha tekerjük a pedált. Ha nem tekerjük, tehát azokat a megoldásokat, amely pedál tekerése nélkül is segít, azokat a megoldásokat nem támogatjuk. Tehát, hogyha bemegy valaki a boltba, akkor lehet találni olyan elektromos kerékpárokat, olcsón is, amelyeknek a megvásárlását nem támogatjuk. Az igazság, hogy ebben teljesen ugyanaz a rendszer, mint a nyugat-európai országban. A nyugat-európai országban is csak a pedelekeket támogatják. Mondta államtitkáról, 900.000 forintért is lehet kerékpárt kapni, és ez furcsa lehet néhány embernek. Az a helyzet, hogy 2 millió, sőt még e feletti összegekért is vannak pedelekek a piacon. Ezek esetében azonban úgy döntöttük, hogy nem kívánjuk őket támogatni. Németországban nem szabtak egy felső korlátot, és ott kialakult egy nagyobb vita, mi ezt el szerettük volna kerülni. Úgyhogy a nyomaték szenzoros bicikli körülbelül 600.000 forintnál kezdődnek, és mi 900.000 forintig tudjuk őket támogatni. De még egyszer aláhúznám, hogy vannak ennél sokkal-sokkal drágább pedelekek is a magyar piacon, de azokra már nem jár a támogatás. Van még kérdés esetleg? Én még hozzáfűznék ehhez a kérdéshez, ha nem gond. A támogatói szándékot értelmezve az IFKA non-profit szervezettel közösen tárgyalásokat, vagy hát megbeszéléseket, egyeztetéseket folytattuk arról, hogy hogyan történik majd ezeknek a kerékpároknak a valós forgalomba hozatala. Az előző kérdésre válaszolva, a támogatói szándékot figyelembe véve, hiszen ezt a magyar állam biztosítja, a magyarországi kiskereskedelmi üzleteken keresztül lesz elérhető, lesznek a kerékpárok elérhetők és a támogatás is. A magyarországi gyártók, összeszerelők, importőrök, első forgalomba hozók úgymond belistázzák a támogatási elveknek megfelelően azokat a kerékpár típusokat, várhatóan ez a konstrukció, amelyek támogatás
ban részesülhetnek. És majdan a magyar állampolgár pályázatot nyújt be adott kereskedelmi egységnél, adott kerékpár támogatására, a megvásárlásának támogatására. Tehát nagyjából ez a modell, reméljük, hogy jól értelmeztünk. Nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen, és meg most egyéni interjú.